Atán vagyok, nyolcat ütött már az óra, vár bennetek a túra. Remélem, hogy hamarosan nem fogok egyedül magányoskodni, itt az éterben nem szoktam. <kül> jó estét kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Um, jó estét kívánok Zsoltnak, na már nem is vagyok egyedül, szeretetek, köszöntöm Pétert, jó estét kívánok Ildikónak, jó estét kívánok Andrásnak, Ilonának, és minden kedves tanultársamnak, vagy tanultársunknak, aki aki itt van, most már ismét eltelt egy pár nap, hogy nem találkoztunk így élőben, személyesen. Jó estét kívánok Ás Laci barátomnak, itt van Tímea, szeretetek közöttem Marián Zsolti barátomat, Lászlót, Attilát, Évát, sok, sok ismerős név és, és jó sok ismerős arc, itt van István, Zoltán, Edit, Anna, Mária, Enikő, már több mint 90- velem vagyunk. Szép jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Az elmúlt napok, ugye az elmúlt hét, Tulajdonképpen Pészák jegyében telt, legalábbis nálunk. És, és hát itt is voltak kimaradt napok az ünnep miatt, illetve hát aztán jött péntek este, sabát, szombat. Tegnap este pedig az élet menetéről jelentkeztem, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy ma, ezzel kapcsolatban van egy kérdés is, hogy ma van, ma este kezdődik, Yom ha Soá. A holokauszt áldozatainak emléknapja, tegnap, ez főként Izrael Izrael államban, ez most a holokauszt áldozatainak emléknapja, tegnap pedig, már ez már nem héber dátum hanem, hanem polgári dátum, április 16-án pedig a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja volt, tehát tulajdonképpen szinte egybeesik a két emléknap, úgyhogy a mai tanulást, azt a 6 millió ártatlan áldozat, ártatlan zsidó áldozat emlékére ajánlom, az ő érdemükben, a lelkük kerüljön minél, fenn, minél magasabbra a mennyekben, és természetesen ajánlom azoknak az áldoza, a nem zsidó áldozatoknak is, a sok 10 millió nem zsidó áldozatának a második világháborúban, egyrésztről a nem zsidók, akiket, akiket legyenek, legyenek ők romák, vagy legyenek ők ö, politikai, ö, politikai okokból elítéltek, vagy szexuális irányultságok miatt elítéltek, tehát számos más áldozata volt a, a, a második világháborúnak, és hát természetesen az ártatlanul elhunyt katonák ö, emlékére is, akármelyik oldalán is álltak a, az ütközeteknek, hiszen az ártatlanul, a, akik, akik, nem jó szándékukból vonultak hadseregbe, hanem ártatlanul, azok természetesen, azok természetesen megérdemlik a, nem csak a végtisztességet, hanem azt is, hogy, 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 emlékezzünk rájuk, és imádkozzunk lelki üdvükért. Úgyhogy ez a mai tanulás, ez a mai tanulás az ő mindannyiuk emlékéért, mindannyiuk emlékéért van. Ez kapcsolódó, pont a Soához kapcsolódó az első kérdés is, ami, ami érkezett, hogy egy kedves tanultársunk kérdezte, a tegnapi életmenetén voltam, és ott egy rövid videót is készítettem. Szóval, szóval közben Ács Péter írja, hogy áprilisban emlékezünk meg a roma holokauszról is, így van, és említettem is a roma honfitársainkat, és nem csak magyarokat, akiket elpusztítottak, de hát április 16-a holokauszt magyar áldozatainak, magyarországi áldozatainak emléknapja, tehát nem csak zsidók természetesen, hanem romák, vagy politikailag, vagy szexuális irányújtságok miatt üldözöttek is, annak dacára, hogy hát a zsidó, zsidók voltak természetesen a legnagyobb számban, de mindenki, akit üldöztek, hogy áldozat, az megérdemli a végtisztességet és az emlékezést, úgyhogy Úgyhogy ez nem is kérdés, és azt gondolom, hogy ez nem is lehet, ö, egyszerűen jó érzésű emberben más fel sem merülhet. Az első kérdés tehát az ö, ezzel kapcsolatos. Azt kérdezi a, egy kedves tanulótársunk a tegnapi életmenet és bejelentkezéssel kapcsolatosan, hogy nem gondolom, nem okkal. Tehát, hogy ö, tisztelt Rabbi, én ö, rendkívül ö, tisztelem a zsidó népet, és rendkívül tisztelem a zsidó nép fájdalmát. A kérdésem pusztán annyi, hogy nem gondolod-e, hogy túl sok a holokauszt megemlékezés? E, Sokat gondolkoztam, hogy mi, mi, mi az adekvát válasz erre a kérdésre, hogy vajon túl sokat emlékszünk, vagy túl sokat beszélünk el a holokaustról, vagy sem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erről egy pár percet érdemes erre, érdemes erre egy pár percet szánni. Az egyik az az, hogy és ez nagyon fontos, és nagyon fontos megemlíteni, hogy jó maga a zsidó identitásomat, ortodox rabbi vagyok mégiscsak, a zsidó identitásomat nem a holokauszt, nem pusztán a holokauszt ténye, vagy a holokauszt iránti fájdalom az, amely meghatározza nagyon sok zsidó, akinek a zsidóságának a legfontosabb hogy mondjam, az egyetlen zsidósághoz kapcsolódó, vagy kapcsolódó, a zsidóságához egyetlen kapcsolódási pontja, az a holokauszt, a holokauszt iránt érzett fájdalom. Én, ezzel, én ezt nem tartom helyesnek, és nem értek vele egyet, a zsidóság sokkal több nálam, mint a mint a, mint a holokauszt és mint az emlékezés. Tehát ezzel ezt szeretném leszögezni, arról nem is beszélve, hogy a zsidóság egy vidám vallás, a, a zsidó hit megélése vidám, úgy fogalmaznak a rabbik, mitzvák dolá liot be tamid, nagy micva, egy jó, egy fontos parancsolat, hogy az ember mindig vidám legyen. A zsidó hagyomány, a rabinikus irodalom nagyon sokat beszél arról, főként a hasid irodalom nagyon sokat beszél a vidámságról, a jókedvről és annak fontosságáról, és hát ma már ugye a modern pszichológia tudja pontosan, hogy a jókedv a vidámságnak milyen öm, milyen pszichoszomatikus hatásai vannak, milyen ö, ö, nem csak lelki hatásai vannak, hanem egyszerűen a fizikai jobb létünket, a fizikai egészségünkre is jótékony hatása van, hogyha az ember, ha az ember jókedvű. <coughs> Tehát ez, 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 fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Holocaustra, a holokausztra való emlékezés rendkívül fontos, de nem szabad, hogy a, az, öntudatunkat, a zsidó öntudatunkat, a csak, csak, és kizárólag a holokausztra való emlékezés határozza meg. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy a túl sok, vagy esetleg túl kevés holokauszt megemlékezést illeti. Először is ugye miért gondoljuk azt, hogy a holokauszt egy, egy, egy kiemelkedő tragédiát, az emberiségben voltak más tragédiák is, ez igaz, Ugyanakkor ugye a holokauszt egy nagyon új újkori tragédia, ugye nem olyan régen volt a holokauszt egyáltalán, tehát uh, alig 80 évről beszélünk, amikor uh, arról beszélünk, hogy uh, hogy mikor történt mindez. És 80 év, uh, bár egy ember életében rendkívül sok, de tulajdonképpen, uh, de tulajdonképpen egy. Uh, egy uh, az emberiség története szempontjából, vagy történelme szempontjából. Um, története szempontjából nagyon rövid idő. Tehát nagyon még élnek, még vannak közöttünk holokausz túlélők, hál' Istennek, itt Magyarországon is vannak még néhány ezren, bár rohamosan fogy a számuk természetesen, hiszen idős emberekről van szó, most anokról beszélek, aki 1945. április előtt született, vagy, 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 az édesanyja méhében volt, mint ezek a, a, felszabaduláskor, tehát hogy ilyen, e, ilyen, emberek azért most már, most már azért idősebbek, tehát a számuk rendkívüli mértékben fogy, pont ma olvastam, hogy Izraelben 140, még mindig van, de már csak 140 ezer, 140 ezer, vagy 147 ezer holokauszt túlélő, ami még mindig egy, hál' Istennek egy szép magas szám, de még egyszer rohamosan fogy a számuk itt Magyarországon, a, jól tudom, a becslések szerint kb. 4 ezer holokauszt túlélő van, és mondom, rohamosan fogy a számuk, tehát tehát gyorsan kell, eszembe jut Eisenhower, amerikai tábornok, aki ugye az auschwitz koncentrációs tábor felszabadítását is vezette az amerikai csapatokat, ugye Dwight Eisenhower tábornoknak volt a mondása, amikor a szörnyűséget megtapasztalta a felszabadított auschwitz haláltáborban, hogy fényképezzetek le minden, dokumentáljatok mindent, és gyűjtsetek össze minden adatot, mert el fog jönni egy olyan nap, mondta Eisenhower, amikor egy, amikor egy gonosz ember, vagy egy, egy, nem egy fogalmazott, hanem egy szemétláda fel fog állni, és azt fogja mondani, hogy mindez meg se történt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy valóban főként addig, amíg még vannak túlélők, addig mindenképpen ezt a lehetőséget kihasználjuk, és minél többet tanuljunk tőlük, minél többet, több történetet ismerjünk meg, és így tovább. Tehát az egyik a holokauszt, amit különlegesé teszi a holokausztot, az, a, az, a, az egyszerűen az, az, az időbeni közelsége, most történt. A másik az a nagysága. Ugye népírtások voltak a történelemben, sajnos, és a holokauszt óta is voltak. Ami egészen különösen felháborító, hogy az emberiség nem tanul a hibáiból, és a második világháború borzalmai után is voltak még népírtások, sőt egészen a legújabb kori napjainkig is voltak népírtások, és még, talán, és még vannak is, ugye Ukrajnában például háborúdul, ki gondolta volna a második világháború után, hogy Európa véreláztatott földjét ismét ilyen, ilyen volumenű háború fogja, ás, fogja terhelni. Nem felejtem el persze, hogy a második világháború után volt Európában háború, csak gondoljunk csak a délszláv válságra, Jugoszláviában dúló háborúra, de, vagy háborúkra, de, 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 ilyen magnitúdú, ilyen mértékű, mennyi, háború, mint most az, mostani ukrán válság nem volt. Tehát a, de visszatérve a, a, holokauszt témára, tehát a, a, nagysága is egyedülállóvá teszi a holokausztot. Aztán ami egyedülállóvá teszi a holokausztot, tehát az, hogy konkrétan 6 millió embert gyilkoltak meg, ami kifejezetten még egyedül, még még egyedülvé teszi a holokausztot, az az, hogy egy népet, jelensül a zsidó népet, ö, ö, szisztematikusan ö, igyekeztek kiírtani. Tehát ö, ipar, ipari ö, méretekkel, ipari eszközökkel, ipari rendszerben. Ilyenre korábban nem volt példa, lehetőség sem volt rá, mert egyszerűen a technológia nem volt ilyen fejlett, hogy ö, hogy gázkamrák legyenek, és ipari népírtás, de egy ipari, szisztematikus népírtás ilyen mértékű, ehhez hasonló nem volt azóta sem, hál' Istennek. Ebben is azt kívánjuk, Áslaci barátommal értek egyet, aki azt írja, hogy nem szabad, hogy, ez, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen. Ezért nagyon fontos az ilyen tragédiákra, az ilyen gaztettekre való emlékezés, így a holokauszra való emlékezés is. Aztán, amiért nem tartom még feltétlenül problémának, hogy ilyen sok holokauszt megemlékezés van, az az, hogy valami, nem, valami valami még mindig nem jó. Sok holokauszt megemlékezés van, és sok különböző formája van a holokausz tragédiája a feldolgozásának, ugyanakkor ugyanakkor még mindig, még mindig, ugye az a tény, puszta tény, hogy nagyon sokan, és ismét egyre többen vannak olyanok, akik megpróbálják eltagadni ezt, vagy lekicsinyelni, vagy, 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 relativizálni ezt a tragédiát. még mindig nagyon sokan vannak, ami tanulság lehet, amellett, hogy dühítő, amellett ugye fontos tanulság is lehet mindannyiunk számára, ugyanis Ö, ö, valamit nem csinálunk ezek szerint jól, ha nem tudjuk átadni a következő nemzedékeknek azt, hogy mi is történt, és ennek a fontosságát, és ennek a súlyát, és ennek a drámaiságát, akkor valamit még mindig nem csinálunk jól. Tehát hiába a sok holokauszt megemlékezés, hiába a sok dokumentáció, hiába sok emlékközpont, hiába a különböző filmek, művészeti alkotások, dokumentumfilmek és egyebek, könyvek, ö, még mindig, még mindig valamit nem csinálunk jól. Úgyhogy ö, Úgyhogy ez is, ez is azt mondatja velem, hogy, még, hogy nem elég, még mindig nem elég. Ami pedig ugyanakkor még egyszer is visszatérek az eredeti gondolatomhoz, természetesen ortodox rabbiként. én azt nem helyeslem, hogyha pusztán, ha valakinek a zsidó identitása pusztán a holokausztra, a holokausztra vagy akár csak az antiszemitizmusra összpontosul, és a zsidóság ennél sokkal, ugye azért vagyunk itt testénként, hogy ezt megmutassam, a zsidóság ennél sokkal mélyebb, sokkal uh, fontosabb, vagy átfogóbb, sokkal spirituálisan, sokkal megindítóbb, és egyébként egy sokkal vidámabb uh, uh, vallás, életmód, semmint az örökös szomorúság és a, és a, és a depressziós magá, magunkba fordulás, aminek megvan a helye és az ideje, hogy Salamon király, király, fogalmazott, megvan az ideje a sírásnak, és megvan, ideje, megvan az ideje a nevetésnek, tehát ez, ez mindenképpen egy fontos tanulság. Ez, ez lenne a válaszom erre a kérdésre, és még egyszer mindenkinek tartalmas emlékezést kívánok. Az én családom is természetesen jelentős mértékben érintve volt a holokauszban, rokonaim vesztek oda, rokonaim jártak, járták meg koncentrációs táborokat, munkaszolgálatot természetesen, minden nagyszülőm. Hál' Istennek túlélték, ezért lehet, hogy itt vagyok, és ma veletek beszélek, úgyhogy a személyes érintettségem okán sem tartom egyébként ezt túlságosan túlzónak. Remélem ezt megértitek. Oké, okay, menjünk tovább. Egy kérdés, még egy kérdés érkezett, amire nem pontosan tudom a választ, de mindenképpen izgalmas. Azt kérdezi egy kedves tanultásunk, azt szeretnék kérdezni, hogy az angol, ura, angol uralkodó fel, fel felavatásával kapcsolatos. Tegnap egy TV interjú kapcsán hallottam róla, a ceremónia egy baldahín alatt történik, mármint a király, ahogy Angliában királyt fognak koronázni, vagy jól tudom, májusban valamikor, tehát nem sokára királyt koronáztak, ami egyébként, amit én nagyon várok ezt az eseményt, sajnos nem tudok ott lenni élőben, de nagyon várom ezt az eseményt, főként azért, mert az mi életünkben nem történt még ilyen, nem volt még angol királynak vagy uralkodónak koronázása, tekintettel arra, hogy második Erzsébet királynő, aki nemrég húnyt el, második Erzsébet királynő 70 évig volt uralkodó, 70 évig uralkodott, ezért ugye a mi életünkben nem történt még hasonló, és ezért is rendkívüli várakozással tekintek az esemény elé. Angliának ismét királya van, nem királynője, egy ilyen hosszú idő után, ami, ami szintén izgalmas, sőt, hát ugye, hogyha Károly király, Károlyt király, koronázzák, szóval az uralkodót királyá koronázzák, esetleg az ő halála után, Isten tartsa meg 120 évig jó egészségben, de majd az ő halála után is megint királya lesz Angliának, ha minden igaz, hiszen a következő a sorban Vilmos Herceg legjobb tudásom szerint. No, tehát a kérdés az angol király, vagy az angol koronázása kapcsolatban, hogy azt látta egy tévéinterjúban a kedves tanulótársunk, hogy egy baldahín alatt történik a királyállatás és olajjal kenik fel az újonnan választott uralkodót. Ez, esetleges, ez esetlegesen egy gyakori módja az uralkodó megválasztásának, vagy a szentély meglétekor. A zsidó főpap felavatása is ilyen módon történt. A párhuzam a kettő között lehet, hogy csak hasonlóság, vagy valahol a gyökerekben keresendők? Én azt gondolom, hogy biztos nem véletlen a hasonlóság. A Baldahín az nem. A zsidó, az ókorban ugye a zsidó királyság, mint intézmény, tehát az utolsó zsidó király, a király, mint intézmény legalábbis a klasszikus bibliai formában, az az időszámításuk utáni 5. Század, időszámításuk előtti 5. században, tehát az első jeruzsálemi Szentély lerombolása után megszűnt Izraelben, az ókor Izraelben, tehát a klasszikus, a klasszikus, a klasszikus. A klasszikus a klasszikus kir a bibliai királyság a klasszikus bibliai királyság megszűnt az ókori Izraelben, és azóta nincs király a második Jeruzsálemi Szentély felépülésével, ez időszámítás előtt körülbelül 350-ben volt a második Jeruzsálemi Szentély felépítése, a zsidó, a, a, ha úgy tetszik, a második zsidó népszövetség elindulása, az már, az már nagyban különbözött az első népszövetségtől, tehát az első önálló királyságtól, zsidó autonomiától ugyanis már autonómiát élveztek ugyan a zsidók a második szenték korában, de már de már, 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 babilóniai fennhatóság alatt a király nem volt egy önálló, nem volt teljesen önálló személy, majd később aztán a görögök, illetve azt, azt követően pedig a rómaiak gyakoroltak végül is uralmat a, a zsidó állam felett, annak dacára, hogy volt neki királya vagy vezetője, de az nem volt egy, egy, nem élvezett olyan autonómiát, mint az első Jeruzsámi Szenté idején lévő zsidó királyok. E, Oké, okay, ez tehát egy történelmi tény, tehát már 2400 éve nincsen zsidó király. Egyébként a zsidó királyság intézménye az hagyományosan azért sem folytatódhatott a második szentében, második szenté korában, mert már nem Dávid háza uralkodott a második szentély korában, tehát ezek a báb királyok vagy, vagy autonóm vezetők, nem is királyoknak nevezték őket általában, hanem úgy hívták őket, hogy Haver Hayeudim, a zsidók barátja, Haver Héberül barátot jelent, hogy ezt az ott sokan ismeritek, mindenki ismeri, a magyar Haver szó az ebből, az ebből a Héber szóból jön, Haver az a szenti barát, szóval a zsidók barátja az az a zsidók vezetője. De nem, voltak már királyok. Tehát visszatérve az eredeti gondolatra, a, 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 az, az első szente ide, amikor zsidó királyokat avattak, akkornak is volt egy konkrét szertartása, egy, és valóban olajjal kenték fel a királyokat, megszentelt a Jeruzsámi szentében, megszentelt olajjal, ennek a hagyománya, ha, ha és amennyiben, én nem tudom, hogy az, az angol uralkodót is olajjal fogják-e felkenni, de hogyha olajjal kenik fel, akkor ennek bibliai hagyománya van, akkor ez egy bibliai, akkor ez a zsidó király királyság, vagy a biblia király felkenésének imitálása, egy ószövetségi, egy ószövetségi szertartás imitálása lesz. A baldahínról nem tudok, hogy az ókori zsidó királyokat baldahín alatt, de baldahín az zsidó hagyományban a házasság, az a házasság, házasság az esküvő során játszik szerepet a hupa, ami egy baldahin, egy sátor, egy esküvői sátor, érdeklődéssel fogom figyelni. Tehát ennek a kettőnek az ötvezete minden bizonyal az, ami az angol uralkodó felavatásakor fog történni, amit én magam is, hogy előbb említettem, nagy érdeklődéssel uh, bárok és fogok figyelemmel kísérni. Oké, okay. ami a uh, let's talk the matter at hand, ahogy mondják, ami a témánkat illeti, most már pár napja nem találkoztunk, <coughs> a, a tánya 25. fejezetének a végéhez fogunk közeledünk lassan, ahol van egy, egy, um, van egy nagyon, egy nagyon fontos gondolat, eh, amelyről szeretnék beszélni. A tánya arról beszél, hogy hogy általában van a judaizmusban, van a zsidó vallásjogban egy olyan szabály, hogyha az ember, ugye van a, 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 bűnözés, erről mindenki tud, az ember sajnos bűnözik, bűnözhet, és sokan bűnöz, bűnözünk is. A bűn, a bűn, akkor lesz, akkor okoz maradandó kárt, hogyha nem követi bűnbánat. A bűnbánat intézménye egyidős a a zsidósággal, egyidős a bűnnel. Sőt, hát a Talmud ugye úgy fogalmaz, hogy Isten mielőtt megteremti a betegséget, azelőtt már megteremti a gyógyírt a betegségre. Tehát a gyógyír mindig előre, mindig előbb megvan, a gyógyír mindig előbb megvan, mint a, mint a betegség maga. Ugyanúgy, ha úgy tetszik, a bűnbánat előbb, Isten előbb teremtette a bűnbánatot, mint ahogy megteremtette a bűnt. Tehát a gyógyír a betegségre előbb elkészült, mint a, mint, mint a, mint a mint a, bűnbán, mint a mint, a, maga a betegség, azaz maga a bűn. Nos, arról már talán kor, beszéltem korábban, de lehet, hogy érdemes feleleveníteni. A zsidó bűnbánat ö, 3 három plusz egy lépcsőből áll, három plusz egy lépésből áll, ez meglehetősen logikus. Az első lépés az az, hogy az ember felismeri, hogy bűnözött. Ugye az első, a gyógyulás felé vezető első lépés az, hogy az ember felismeri, hogy beteg. Felismeri a betegséget ez az első lépés, tehát az embernek fel kell ismernie, hogy bűnözött. Ugye ez nem egy, ez nem egy egyszerű feladat? Nem egy egyszerű feladat, mert, mert a rendkívüli, hogy mondjam, rendkívüli önkritikát és alázatot követel az, hogy az ember felismeri, azt, hogy bűnözik. Ugye, hogyha az ember kevé, hogyha az ember gőgös, hogyha az ember túl sokat gondol magáról, indokolatlanul sokat gondol magáról, akkor, akkor esetleg úgy gondolja, hogy neki minden szabad. Én, én nem, amit én elkövettem, az nem bűn. Ugye? Vagy pedig, ugye ebben nagyon jók vagyunk mindannyian, hogy az ember szereti saját maga legitimizálni a saját bűnét, vagy a saját téve, hibáit, a saját tévedéseit, ugye? És megmagyarázni, akár saját magunkat is becsapva, megmagyarázni azt, hogy amit tettünk, az miért jó, és miért helyes, és valójában miért nem helytelen. Ugye ebben azt gondolom, hogy mindannyian nagyon jók vagyunk. Tehát az, hogyha az ember eleve elismeri, ha az ember elismeri azt, hogy bűnözött, ez már önmagában, ez már önmagában egy, egy, fajta alázatot követel meg, egy olyan fajta alázatot, hogy az ember félretegye a gőgét, félretegye a, a kevésségét, és, és, és beismerje azt, hogy nem mindenható, és nem minden, amit csinál, az jó és helyes, hanem bizony követhet el hibákat, követhet el tévedést. Ugye ez, 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 tehát egy nagyon fontos, ez tehát egy nagyon fontos lépés. És még egyszer, nem könnyű lépés, sőt talán, talán, talán az egyik legnehezebb lépés a, 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 a bűnbánatban, amit a Héberben, Héber nyelven úgy hívunk, hogy tesuvá a bűnbánat. Tehát a bűnbánatban, a megtérésben, tehát az első lépés a legnehezebb, ugye egyébként mindig általában az első lépés meg a legnehezebb, és az első lépés az, hogy az ember felismerje, hogy bűnözik, amihez tehát alázatra van szükség. A második lépés az, hogy megbánja azt, hogy bűnözött, ugye? Tehát itt is megint visszautalok arra, amit az előbb mondtam. Nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, és jók vagyunk abban, hogy hogy, hogy megmagyarázzuk saját magunknak, akár saját magunk becsapásával, saját magunknak is megmagyarázzuk azt, hogy amit csináltunk, az vajon miért jó, és vajon miért helyes, miközben, miközben egyébként rossz és helytelen pláne a külvilágnak megmagyarázzuk azt, hogy miért jó, és magyarázkodjunk, és különböző indokokat vélt, vagy valós indokokat keresünk arra, hogy megmagyarázzuk az esetleges cselekedete, vagy a cselekedeteinket, az esetleges téveigéseinket. Tehát az első lépés a bűn felismerése, a második lépés a bűn megbánása, és a harmadik lépés az annak elhatározása, hogy ha legközelebb hasonló helyzetbe fogunk kerülni, akkor nem fogunk bűnözni, akkor nem úgy fogunk viselkedni, ahogy helytelen, hanem úgy fogunk viselkedni, ahogy helyes. Ez a, ez a harmadik lépés. Bűnfelismerés, bűnbánat, őszinte bűnbánat, és a harmadik az annak megfogadása, hogy hasonló helyzetben nem így fogok eljárni, ahogy, az, ahogy korábban eljártam helytelen. Most most uh, van egy, azt mondtam, három plusz egy lépés van, van még egy negyedik lépés is, a negyedik lépés, az pedig az pedig az talán a legérdekesebb ebből, mert ez ugye rendkívül logikus, ez a hármas lépés, tehát bűnbán, bűnfelismerés, bűnbánat, és annak megfogadás, hogy hasonló szituációba kerülök legközelebb, akkor nem fogok itt cselekedni, és a negyedik lépés az, az pedig tulajdonképpen csak akkor következik be, hogyha az ember ténylegesen hasonló helyzetbe kerül később. Ugyanis ha az ember megbánta, amit, bűnt, amit tett, ugye felismerte a bűnt, megbánta, amit tett, és megfogadta, hogy nem fog többet csinálni, akkor a bűnbánat, ha úgy tetszik, függő állapotba kerül. Ilyen még fel van függesztve, egy függő állapotba kerül. De ha legközelebb megint egy ugyanolyan szituációba kerülünk, és valóban nem úgy járunk el, ahogy korábban eljártunk, és valóban és valóban, és valóban, és, valóban nem fogjuk elkövetni ugyanazt a bűnt, vagy ugyanazt a félrelépést, amit tettünk, akkor nem csak, hogy legközelebbre már nem fogunk bűnözni, hanem visszamenőlegesen a felfüggesztett bűnbánásunk is, a visszamenőlegesen a felfüggesztett bűnbánásunk is tulajdonképpen helyére kerül. De hogyha, de hogyha az megint ugyanebben a szituáció, vagy hasonló szituációba kerülünk, és, és, és és uh, 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 megint elkövetjük ugyanezt a hibát, amit korábban elkövettünk, akkor nem csak, hogy egy ün, új bűnt is uh, magunkra vettünk, nem csak, hogy egy új bűnt is elkövettünk, de a, de a korábbi bűnbánatunk is érvényét veszti, amely eddig függőben volt, megvárva azt, hogy mi lesz, ha megint hasonló szituációba kerülünk, hiszen az elhatározásunk, hogy nem fogunk bűnözni, kiderült, hogy mégiscsak egy könnyelmű elhatározás volt, és nem pedig egy valós, megalapozott elhatározás. Tehát ez a három plusz egy lépése a, a bűnbánatnak. Most amiről a tárgya beszél a 25. fejezetben, egy gondolat erejéig felelevenítve feleve, azt a talmudi diktumot, azt a, azt a rabinikus koncepciót, hogy, hogy ha az ember úgy bűnözik, hogy, hogy kihasználja, felhasználja a tesuát, a bűnbánat intézményét, és azt mondja, hogy ah, majd most bűnözök, majd meg fogom bánni. Majd, majd, meg, úgyis, majd, majd, majd megbánom. Jó, akkor ez, ez a bűnbánat, ha, ha, valaki így végez bűnbánatot, miközben bűnözik, vagy miután bűnözik, természetesen ez a bűnbánat nem érvényes, nem, nem, nem érvényét veszti, nem érvényes. Um, um, hiszen, hiszen arról van szó, hogy a, hiszen arról kell legyen szó, hogy, a, hogy, 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 hogy kell legyen szó, hogy az ember, hogy az ember úgy követel, vagy úgy, úgy végez bűnbánatot, hogy az teljesen őszinte, ugye, hogyha úgy bűnözöl, hogy azt mondod, ah, majd úgy is megbocsájtok, majd, majd úgyis bocsánatot kérek érte, ugye, hát ez nem egy működő, ez nem egy működő bűnbánat, és ez nem egy működő bocsánatkérés. Ugye, hogyha azt mondom a feleségemnek, hogy most csinálok neked valami olyat, aminek te nem örülsz, és valami rosszat, de majd úgyis majd bocsánatot kérek. Hát ugye, hát az, az mit ér ez a bocsánatkérés? Ez egy üres beszéd, az egy, az egy teljesen felesleges locsogás, egy üres beszéd, egy üres bocsánatkérés, az nem egy igazi bűnbánat. Ez a Talmudi törvény, ez a rabinikus törvény, tehát a bűnbánat három plusz egy lépcsője, illetve az, hogy a bűnbánat csak akkor érvényes, hogyha az ember őszintén teszi ezt meg. Hogyha úgy, már eleve úgy bűnöz, hogy azt gondolja, hogy majd később megbánja, majd később bocsánatot kér, akkor az, nem egy, akkor az nem egy valódi bűnbánat, az nem egy valódi bocsánatkérés, teljesen érvénytelen és haszontalan, úgyhogy ez csak egyszerű duma, nem pedig bármiféle tartalommal bíró, tényleges bűnbánat. Köszönöm, hogy itt voltatok ma este is, kedves barátom, és ilyen szép számmal. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8 órakor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Láttam, hogy sokan beírtatok kommentbe kérdést, hogyha van esetleg bárkinek olyan kérdés, ami el fogja kerülni a figyelmemet itt kommentben, nem mindent szoktam tudni feldolgozni, akkor kérlek küldjétek el inkább, ahogy általában a kérdéseket közvetlen üzenetben ezen a Facebook oldalon, és akkor természetesen válaszolok ezek az üzenetekre, vagy ezekre a kérdésekre nagyon szeretem a kérdéseket, küldjetek minél többet, bármi zsidósággal, akár csak érintőlegesen kapcsolatos kérdést. Kövessétek és lájkoljátok ezt a Facebook oldalt, Instagram oldalt, Youtube oldalt, vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek jó, jó szép estét, jó egészséget, és Jom Hasoá a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából természetesen méltóság teljes és tartalmas megemlékezést, vigyázzatok magatokra és egymásra.